Hírek délben, jó napot kívánok! Második napra sztrájkolnak a BKV dolgozók, és mivel ma sem egyeztek meg a munkaadójukkal, holnap is fognak. Buszokat ma is alig látni, és kiszámíthatatlan a villamos közlekedés is. A metrók, a hévek és a trolibuszok viszont nagyjából menetrend szerint járnak. Reggel már szinte üresek voltak a buszmegállók, a legtöbben autóval próbáltak meg bejutni a munkahelyükre. Kollégák és rokonok fuvarozták egymást, egyes cégek kisbuszokat vagy taxit rendeltek a dolgozóiknak. Üresek voltak a buszmegállók Budapest külvárosában reggel. Ahol álltak, ott sem a buszra vártak. A kolléganőm fog értem jönni, aki Érdről jön, és bevisz a Böszörményi útra, mert tegnap 2000-ért taxiztam, és az egy kicsit húzós. Reggel csak ott jártak a buszok, ahol a BKV alvállalkozói dolgoztak, és ahová Volán buszokat állítottak be. De volt, ahol semmi sem járt. Nincs járat. Katasztrófa mi van, úgyhogy nem is tudom egyáltalán, hogy hogy tudom bemenni a városba. A legtöbben az autót választották. Ezelőtt az iskola előtt például negyed óra alatt csak nem 20 kocsi állt meg. Rokonok és kollégák fogtak össze, hogy mindenki időben jusson be az iskolába vagy a munkahelyére. A kolléganőmmel ketten várjuk az értünk jövő autót. Volt, aki idegeneket vett fel a buszmegállóból. Láttam, hogy itt most állnak a megállóban, és én úgy is megyek be a városba, és gondoltam, hogy miért menjek egyedül, hogyha itt ennyien várakoznak. Aha. A metrók, a hévek és a trolibuszok üzemkezdettől menetrend szerint járnak. A villamosok közül viszont nem mindegyik közlekedik, vagy nem a teljes vonalon. A MÁV mentesítő járatokat indított a nyugati pályaudvar és Óbuda, valamint a keleti és a kelenföldi pályaudvar között. Reggel óta járja a várost kolléganőm Hajagos Andrea. Szervusz Andi, mit tapasztaltál ma délelőtt? Szervusz, jó napot kívánok a nézőknek! Itt a nyugati téren továbbra is változatlan a helyzet, vagyis sok az utas, kevés a közlekedési eszköz. Buszok továbbra sem járnak, a metró viszont igen, és a hatos villamos is, igaz, átlagosan negyed órát kell rávárni. A buszok közül ugye a fővárosban 200 buszvonal van, ebből 40-ben indult meg a buszközlekedés, de ezek között is van olyan, ahol több mint egy órát kell várni. Villamos 5 vonalon jár jelenleg, de ezek is a szokásosnál jóval ritkábban. Tegnap este azt mondta a fővárosért felelős kormánybiztos, hogy aki legalább 2 utast visz, az a buszsávot is használhatja autójával. De a rendőrök ezt rögtön cáfolták, akkor végül is mi az igazság? Hát, hogy végül is mi az igazság, azt még mi is keressük, de egyelőre én azt tapasztaltam, hogy az autósok is bizonytalanok, nem nagyon merik használni a buszsávot. Bár a kormánybiztos valóban azt mondta, hogy aki legalább 2 utas szállít, annak ez lehetséges. A rendőrség szerint viszont csak ott és csak akkor, ahol az ott lévő közlekedési rendőr ezt megengedi, vagyis oda tereli az autóst a buszsávba. A BRFK szerint ez egyébként reggel több helyszínen is előfordult, például a Gyáli úton és a Hegyalja úton. Hajagos Andrea, köszönjük szépen! Délelőtt ismét eredménytelenül ért véget a szakszervezetek és a BKV közötti tárgyalás. Ott volt a helyszínen kolléganőm Balogh Judit is. Szervusz Judit, meddig tarthat a sztrájk? Szervusz, jó napot kívánok! A BKV vezetése gyakorlatilag most sem állt elő újabb ajánlattal, tehát nincsen egyesség. Holnap délelőtt fogják folytatni a tárgyalásokat, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy holnap reggel a munkával, iskolába igyekvőknek még ugyanerre kell számítani, mint tegnap és ma, vagyis hogy BKV sztrájk van, és alig járnak például a buszok. A szakszervezetek egyébként azt mondják, hogy ők kitartanak, és egészen addig fognak sztrájkolni, ameddig nem lesz megegyezés. Egy óra múlva sajtótájékoztatót tart a vasúti dolgozók szabad szakszervezete is. Ők ekkor fogják bejelenteni, hogy milyen módon és mikortól támogatják a BKV sztrájkot. Amennyiben ők is vasúti sztrájkot jelentenének be, úgy tudjuk, hogy a MÁV-nál már délután megkezdődnek a tárgyalások az elégséges szolgáltatásról. Balogh Judit, köszönjük szépen! A Fidesz szerint burkolt párt és kampányfinanszírozásra készül a kormány. Palsai István országgyűlési képviselő azt mondta, hogy a kabinett a választási időszakban 300 millió forintot akar költeni az uniós forrásokból megvalósult beruházások bemutatására. A Fidesz elnöki stábjának jogi igazgatója úgy tudja, hogy a miniszterelnöki hivatal további bruttó 200 millió forintos pályázatot írt ki a hivatal kommunikációs kampányainak megszervezésére. A politikus azt mondta, a Fidesz kormány felül vizsgálja a szerződéseket. Harmadfokú, vagyis a legnagyobb árvízvédelmi készültséget rendelték el a Hortobágy-Berettyón. A részleteket Fülöp László mondja Szegedről.
Jó napot kívánok! A Hortobágy Berettyó tehermentesítésére a vizet elvezetik a Nagy Iványi tározóba. A Tisza-Szegednél ma tetőzik, és a hármas körös is ma éri a legmagasabb vízszintet. Közben folyamatosan nő a belvízzel elöntött területek nagysága a keleti régióban. Körülbelül 80 ezer hektár áll víz alatt, de házakat nem veszélyeztet a víz. Az előrejelzések szerint nem várható jelentős csapadék a következő héten, így az elöntött terület nagysága is várhatóan csökken majd. A korábbinál többen, de nem rohamszerűen járnak át tankolni a magyarok a határon túlra, annak ellenére, hogy Romániában és Szerbiában is olcsóbb a benzin és a gázolaj, mint nálunk. A hazai áremelkedés azonban hamarosan érezteti hatását, mert a szállítók kénytelenek lesznek emelni áraikat. Ez pedig minden termék árában, így az alapvető élelmiszereknél, például a kenyérnél is megjelenik majd. Magyarországon a benzin majdnem 80 forinttal drágább, mint Romániában, a gázolaj is többe kerül, 67 forinttal. Szerbiában is olcsóbban tankolhatunk, a benzinért 22, míg a gázolajért 8 forinttal kell kevesebbet fizetni. Éppen ezért Romániába megy a legtöbb határ közelében élő tankolni. Uniós ország lévén csak a fuvaronkénti áthozható mennyiség korlátozott. Amit hozhat magával az utas, az az üzemanyagtartálya, rendszeresített üzemanyagtartálya plusz 10 liter. Ha ennél többet találnak a járműben, akkor azt lefoglalják, és 20 ezertől 100 ezer forintig terjedhet a kiszabható bírság. A szállítók többsége kénytelen lesz árat emelni, ez pedig az alapvető élelmiszerek árában is jelentkezni fog. Mindenféle alap- és segédanyagok árában is valamilyen szinten megjelenik, ez valamennyire összeadódik. Most ennek a megjelenése várhatóan január vége, februárra tehető, függ mindez attól, hogy az alapanyag beszállítók mikor emelnek árakat. Ez akár 3-5 forint is lehet kilónként. A személyszállítók már óvatosabbak, azt mondják, valamennyire nekik is érvényesíteniük kellene az áremelést, de ez könnyen piacvesztéssel jár. A többi társaság nevében én természetesen nem tudok nyilatkozni, a magunk nevében valószínű, hogy valamilyen szerkezetmódosítást fogunk végrehajtani a tarifarendszerünk belül, de jelentős áremelésre semmiféleképpen nem tudjuk elszánni magunkat, mivel, ahogy mondtam, a fizetőképes kereslet annyira le van csökkenve, hogy nem kockáztatjuk azt, hogy az utasok ne hívjanak bennünket. Azt, hogy mennyien járnak át külföldre tankolni, csak becsülni lehet, mint ahogyan azt is, így mennyi adóbevételtől esik el az állam, hiszen a 317 forintos benzinárból 183, míg a gázolaj 297 forintjából literenként 157 forint az adótartalom. A szó ismét budapesti. Fülöp László, Szeged, köszönjük. Átadták a forgalomnak a Hosszúhetényt elkerülő utat, így már nem mennek át a településen a kamionok. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről. Jó napot kívánok! A hosszúhetényiek az elmúlt években többször is tiltakoztak félpályás útlezárással a nagy zajjal járó forgalom ellen. A 1,5 milliárdos beruházásra majdnem 20 évet vártak. Az ember ment az úton, és úgy érezte, hogy elsodorja ez a hatalmas monstrum. Tényleg nagyon, nagyon veszélyes volt. Itt veszélyes volt minden, még átmenni is itt a másik oldalra is. A helyiek így emlékeznek arra, amikor még a teherautók átszelték a települést. A közeli kőbánya kamionjai ugyanis csak itt tudtak áthaladni. A lakosok a 90-es évek óta vártak a nyugalomra. A napi több száz kamion lakóházakat és az utat is tönkretette. A község polgármestere szerint már többen jelezték, hogy kártérítést szeretnének. Az épületekben okozott károkat pedig a 2008-ban felmérte már a Polák Mihály Műszaki Főiskolának a kollektívája, és a Magyar Aszfalt abban az esetben, hogyha a lakosság részéről kártérítési igény merülne fel, akkor tárgyalásokat folytatnak, és megtéríti az ingatlanokban keletkezett károkat. A 3 kilométeres útszakasz csak ideiglenesen adták át a forgalomnak. A hivatalos avatóünnepség február 4-én lesz. A súlykorlátozást jelző táblákat egyelőre még nem helyezték ki a község határába, a nehéz gépjárművek azonban már az elkerülő utat használják. A híradót Láng Johanna tudósította Hosszúhetényből.
A Pécsi Városi Bíróság elrendelte az egyetemi lövöldözéssel gyanúsított fiatalember elmeállapotának megfigyelését. A megfigyelés egyelőre egy hónapig tart, de meghosszabbítható. Tegnap is megpróbálták kihallgatni, de nem volt olyan állapotban, hogy válaszoljon a nyomozók kérdéseire. A 23 éves pécsi gyógyszerész hallgató tavaly novemberben a Pécsi Egyetem Biofizikai Intézetében pisztollyal megölte 19 éves csoporttársát, három embert pedig súlyosan megsebesített. A szó pedig ismét Budapesté. Vér Ágnes Pécsről, köszönjük. Pusztító erejű földrengés rázta meg Haitit. A szigeten rengeteg épület összedőlt, de egyelőre sem a károkról, sem a halálos áldozatokról nincs adat. A halottak száma egyébként akár több ezer is lehet, hiszen az ország nagyon sűrű lakott. Több ország is ígért segítséget, várhatóan a Magyar Baptista Szeretetszolgálat is küld mentőket a karib-tengeri országba. A földmozgás epicentruma alig több mint 15 kilométerre volt a fővárostól, Port-au-Prince-től. A legerősebb, 7-es erősségű rengés egy percig tartott, és utána több utórengés is volt. Kártyavárként dőltek össze az épületek Hispaniola szigetének nyugati felén, Haitin. Szemtanúk és külföldi tudósítók szerint sírástól és segélykiáltásoktól hangosak az utcák. Nem csak a szegény negyedek viskói dőltek össze, hanem az ENSZ ötszintes épülete is összeomlott, és az elnöki palota is megsérült. Százak, talán ezrek halhattak meg, vagy lehetnek a romok alatt. Haiti történetének legszörnyűbb napja. Ezt mondta az ország egyik nagykövete a földrengés után. Az Amerikai Földtani Intézet a Richter-skála szerinti 7-es erősségű rengést észlelt helyi idő szerint kedden délután, amelyet több erős utórengés követett. Több mint 200 éve nem volt ekkora földrengés a szigeten. Haitival szinte minden kapcsolat megszakadt a katasztrófa miatt. Ez az újságíró az interneten keresztül nyilatkozott egy francia televíziónak. Miközben beszélt, szintén volt egy utórengés. Fogalmam sincs, mi van az anyámmal és a testvéremmel. Nem tudom, mi lesz most. Rettegek. Nem tudom. Azt hiszem, volt egy rengés 4-kor, aztán 5-kor is. Most éjfél van, de még mindig nincs vége. Gyengék vagyunk. Ezzel nem tudunk megbirkózni. Nem tudjuk kimenteni az embereket, és étel sem jut mindenkinek. Odakint emberek haldokolnak. Mondja, majd sírni kezd. Haiti a térség legszegényebb állama. Területe kisebb, mint a Dunán túl, lakosainak száma ugyanakkor szinte pontosan annyi, mint Magyarországé. A rengés epicentruma 16 kilométerre volt a fővárostól, alig 10 kilométeres mélységben. A földmozgás a Nagy Antillák többi országában is érezhető volt, de máshonnan nem érkeztek hírek jelentős károkról. Ezt a felvételt egy biztonsági kamera készítette a szomszédos Dominikai Köztársaságban. Az emberek rémülten menekültek az utcákra, amikor remegni kezdett a föld. Szakértők szerint Haitin azért is ilyen óriási a pusztítás, mert a föld a felszín közelében mozdult meg. Több ország azonnal segítséget ajánlott a szigetországnak. Az Egyesült Államok 72 fős mentőalakulatot és humanitárius segítséget is küld. Elszökött egy 2 tonnás víziló a montenegrói Plavnica állatkertjéből. Nikica az elmúlt napok áradásai után egyszerűen kiúszott az elöntött ketrecéből. Egy gazda találta meg az istálója közelében. A vízilovakat veszélyes állatként tartják számon, különösen a nőstények kiszámíthatatlanok. Bármikor, bárkire rátámadhatnak. Nikica eddig nem bántott senkit, de az állatkert tulajdonosa szerint egyelőre várni kell a vízszint csökkenésére, mert most még nem tudják befogni az elcsatangolt állatot. Bírálta az izraeli kormányt a török kormányfő, amiért a külügyminiszter helyettes a hivatalába kérette a török nagykövetet, de szándékosan nem fogott vele kezet, a sajátjánál alacsonyabb székre ültette, és nem is volt török lobogó a teremben. Ezzel megsértették a protokollt. Az izraeli kormány egy tévéfilm miatt tiltakozott a török nagykövetnél, amelyben izraeli biztonsági erők gyerekeket rabolnak és idős embereket lőnek le. A miniszter helyettes elnézést kért, amiért megalázta a török nagykövetet.
Most időjárás jelentés következik, azután sporthírekkel folytatjuk, majd a Kárpát Express-t láthatják. Hírekkel délután fél öt után 5 perccel jelentkezünk legközelebb, de a sztrájkkal kapcsolatos legfrissebb információkat addig is megtalálhatják weboldalunkon, a hiradó.hu-n. Köszönöm figyelmüket, szép napot, kellemes délutánt kívánok, viszontlátásra!